csánépek. Gyerünk a harcmezőre! Holákmentes szervereket kívánok. Hoztam egy csatát az RHM-mel. Hát aki netán még régen követte a videóimat, az tudja, hogy már bőségesen túlestem az RHM-en. De most visszavettem, mert hogy én mindenképpen akarok egy második kiválóság jelet erre a szarra. Csak hát eléggé bizsú legénységgel kell szenvednem, úgyhogy ez még egy darabig el fog tartani. Nem lesz ez rossz az a csata, igaz a végén a lőve megszopad, de majd visszakapja és bocsok a szemétkedését, de nem kell annyira előre sietni. Úgyhogy most romjuk a tutit. Ez nem a szívem csücske ez a map, sőt kurvára utálom, ha engem kérdeztek. És jobb helyem erre az oldalra egyszerűen nincs. Itt a linkset elbaszom, nem kicsit nagyon. Anyád. Jó, nem gond, majd kap. Igaz, hogy nem tőlem, mert én egyelőre a linkszel tehetetlen vagyok. Ellene. De se baj, majd lesz itt még mit lőni. Egy majdnem egy 4K, meg azt hiszem talán 5 kill, ha jól tudom. Most ide be akarok sunyogni az STG helyére. Remélhetőleg, hogy nem leszek ideje korán kiszpotolva, mivel még 100%-osítsa a legénységem, se lett alakulat, se hatodik érzék, semmi nincsen rajta, annyira új legénységet fabrikáltam bele. És itt most egyelőre megy a Tessetos, a hátra a jövünk kategória, de az Udes most mindjárt bele fog nézni egybe. Na, egy 5-22-vel mindjárt bele is köszöntem a kis csákóba. Anzsi lett, sose jobbat. És most tolatás van, mert lesz itt szar. És húzódok vissza, mert jaj, bazd meg. Hát ez a fázis egyre nem voltam annyira kíváncsi, és tök zsillett, hogy csak ő ugye elő tudott vakarni, anélkül, hogy bazd meg. Igen, elbasztam. Anélkül, hogy bárki is észrevette volna a fiút. Nagyon jó. És jön ez, mint a bajnokok. Sajnálatos módon majdnem igaza is lesz. Hú, ezt nem tudom, hogyan tudtam bevinni neki, de nem vagyok. Hát a Tigris 2, bazd meg te! Most vettem észre, tehát ez faszt keres itt. Én egyszerűen egy 8-as heavy. Igen, hát RNG rossz legénység, ez kurvára nem jó kombó. De nem gond, lesz ez még jobb is. Nem tudom azt hiszem, nem bevágni neki. Hát kurvára nem. Jó, hát eddig tök speciál ez a csata, hogy szart nem ért, valljuk be. Jó, de hát nem gond, majd eljön az én időm is. Csak egyelőre meg itt megy a toszigalás, mert szerintem be vagyunk szorítva ide. Mert itt volt az az Udes genyó is. Hát igazából gondoltam, hogy ezt az aljét el kéne intézni, itt lenne ezt a fázis egyet. De ott van a Scorpio G, és majdnem-majdnem kapok tőle egy hatalmas laskást. Szerencsére a kis csávó elrontja, de különben belém vert volna egyet. Mert figyeljétek meg éppen, hogy csak, mert nem tudom, tehát én TD-vel vagyok, lapos is vagyok, elhiszem, hogy szar a legénységem, de azért jó lenne, hogyha leesne rólam a spot. Tehát még ebbe az évezredbe. Tehát nézd meg. És gyanítom, hogy nem lőtt másra, mert nincs itt a környéken senki. Tehát, jaj, bocs, gyerekek, visszavontam. T49. Nem szóltam, bocs, én voltam a... Ó, bazd meg, Udes. Én voltam a Ó, meg is azt hisz, nagyon fasza. Ezt mondjuk nem vettem észre a csatába, vagy csak egyszerűen nem figyeltem. Akarok még az Udesnek adni egyet, de azt hiszem nem fog már itt összejönni nekem ez a beleverünk az Udesnek a fejébe egyet című műsor. Sajnos, nem gond. Hát a, mondjuk a B sor, tehát az a AB-ba, 5-6-ba, ott fenn a faszba, ott eléggé megrekedtek a népeink. Ott már senki nem megy sehova. És én mindig be voltam durranva, hogy itt lesz Charioteer, Scorpio G, vagy valami hasonló. Leopárdunk megy előre. Nem? És azt hiszem... Scorpio viszont, hoppá, ó, bazd meg, Charioteer. Hát rád nem számítottam, barátom. Ez megint erengés lövés volt, ezt nekem szerintem nem kellett volna eltalálnom, ahogy az én szemem adja. Na mindegy, semmi gond. Majdnem 2K. Amit az előbb elvett tőlem az erengé a fázis 1-nél, azt majd itt vissza fogunk kapni Charioteernél. Olyan lövést lesz, hogy attól még én így beszartam. Még láttam már egy-két interesting témát ebbe a szarjátékba, de ilyet még nem. Na, a Belfegor 78-at elzavartuk, jó garázs. Itt lesz még a Charioteer, STG megy előre, kellene problém, de a Charioteer itt van tőlünk balra. Hát igen, erre most így lekéstem, de mindjárt meg lesz az... Úgyni, nagyon zsillett volt, akartam egy slow motion, csak lekéstem róla. Se baj, 10-5. Tépünk előre, adok egy kis speed boostot, mert hát sajnos az RHM ez nem változott sebességügyileg, pont olyan szar, mint volt. Na mindegy, 2 kill, 2217 damage. És futunk a banda után.
Skorpiógilőbe nagyon jól csinálják, mert fellesznek a kakasülőn, és nagyon nagy erőkkel védik azt a pozíciót, és egyszerűen nekünk nem nagyon van tankunk, ott van még a 263-as objektum lenne. Nem nagyon akartam én a 263-mal kötözködni, sem előrébb menni, mert innen én nagyon ki lennék szolgáltatva a lővének, mert azt is megbuffolták, 8 fok helyett most 10 fok lett a gán, de épp a 263-as objektumtól sem akartam kapni egy kibepasztott nagy hatalmasat, pláne nagy gán van rajta, akkor gyakorlatilag elpárolgok, de nem gond. Viszont most akkor megtaláltam én is a tökeimet és megyek, akkor segítek a bandának, hogy legalább a 263-at leszanáljam oldalról. Igen, tudom, jobb lett volna egy Plexus damage, de én annak is örültem, hogy ennyivel tudtam csökkenteni a HP-ját a fiúnak, és nem velem foglalkozik, és még minimális HP-ről tudom azt hiszem csak elköszönteni. De nem, akkor én lőttem nagyobbat, bocsász. 3149 damage-ó, és itt majd a lővel ki fogja használni a jóképű Gundep-jét. Hát RHM-nek különösebben nem nagyon van mi a tököm lövegemelkedése. Hát gyakorlatilag jobb a löveg süllyedése, mint a löveg emelkedése, úgyhogy itt nem tudtam. Itt próbáltam, de utána visszamegyek a capkörbe, mert egyszerűen lövét toronyból nem. Scorpiogét meg egyszerűen esélytelen lettem volna, hogy eltaláljam. Hát nincs annyi csőlehajlásom, mint amennyi nekik van. Vagy löveg felhajlásom, a faszom se tudja, mi van már itt. Itt is csőlehajlás kellene, lényeg az, hogy nekik jobb, mint nekem. Hát lövét toronyból így esélytelen még goldal is megpukkantani. És visszamegyek a capkörbe, mondom, akkor foglalok, tehát a runak igaza van, nem mondott az baromságot. Mert így egyelőre én nem tudom így felvenni a harcot egyikkel se. De hiába próbálok pozícionálni, nem lesz ez olyan egyszerű. Mivel én vagyok benne a capkörbe, ezt a lőve is nagyon jól tudja, engem fog célba venni a Tigris 2 helyett. És nagyon jól fogja csinálni a kis csávó, tehát meg kell dicsérnem a lővét. Én arra gondoltam, hogy a Skorpiógi esetleg hátul leugrat és innen akar minket megközelíteni, mert egy ideje nem volt spoton. Gondoltam, hogy lecsúszik hátul a dombon és majd innen bejön. De hát most jönni fog a lövedék, de nem gond, kis csávó a legvégén elszámolja, tehát kettőt belém fog verni, csökkenti is a bázisfoglalást. Nekem meg egyszerűen nincsen lövegemelkedésem, tehát ennyi. Igaz, hogy szar helyen voltam, de a domb alá tökig nem akartam annyira bemenni. Nehogy véletlenül rámugrasson ez a barom, mert nyilvánvalóan engem összetörne a büdös picsába. Nem gond, most megint ki fog jönni a lövet, csak most elszámolja magát. 4-5 fennel gyomorszájba vágtam, vagy trekken át. Hát ő most, nem tudom, tehát valami kommandós műveletet hajtott végre a lőve. De nem gond. Csoki! Na, akkor 3915 damage, hát akkor tévedtem, nem lesz 5 kill-em, csak 3. Mert a Skorpiógét azt hiszem rövid után el fogják intézni fenn. De igazából nekem ez egy jó képű kis game volt. De jó, mindegy, jó lesz ez, talán ki tudom rá pöngetni a második kiválósági elemet. Hát úgy hirtelen ezt tudtam összehozni a csatából. Csánének. És befoglaltunk. Így van. Na, csuma!